Úgy érzem, ez az üzenet most segíteni fog neked. Úgy érzem, hogy az életetek valamiért széthullott, és torony időszak volt, holott előtte nagyon boldogok voltatok, nevettetek, boldogok voltatok, imádtátok egymást, szerettétek egymást. Tudtatok nevetni, tudtatok együtt sírni, de jelenleg úgy érzem, hogy valami probléma van a kapcsolatban. De úgy érzem, hogy ez a kártya mutatja, hogy nem sokára vissza fog térni a boldogság. Úgy érzem, hogy jönni fog feléd, újra fog közeledni, ha bármit tett, megbánta, vagy hogyha valamiért komplikációk voltak, káosz a kapcsolatban, karma, akkor hamarosan eltűnik. Úgy érzem, egy páratok elfáradt ettől a kapcsolattól, ha úgy gondoljátok, hogy elég volt és nem tudtok várni, akkor ideje tovább lépni, de csak ez egy páratoknak szól, hisz úgy érzem, hogy te mindent megtettél spirituálisan és fizikálisan, de már nem tudsz ettől többet tenni. A másik páratoknál úgy érzem, hogy érdemes várni rá, mert ez a valaki szeret téged, csak össze kell szedje az erejét, mert egy kicsit karma, vagy pedig káoszban van az élete. Úgy érzem, hogy az ördög azt jelenti, hogy igen, csalódottá tett téged, igen, néha hibázott, igen, néha játszott veled, vagy csinált olyan dolgokat, amit nem kellett volna, de ettől függetlenül szeretné, ha megbocsájtaná neki, és szeretne, hogyha visszafogadnád, úgy érzem, hogy a kocka fordul, most te feléd fordul, és te leszel az, aki fönt lesz, és ő van lent. Nagyon hamar fog hír jönni tőle, vagy pedig nagyon hamar fog jönni feléd, hisz nagyon-nagyon vágyakozik utánad, és nagyon-nagyon hiányzol neki. Tudom, hogy megbántott téged, tudom, hogy rossz volt hozzád, hisz itt vannak a kártyák, a negatív kártyák, de most úgy érzi, hogy szeretne bocsánatot kérni, és szeretné a fájdalmakat elmosni, és új szelet hozni neked. Szeretné, hogyha megmutathatná azt, hogy ő már stabil lett, igazi férfi lett, vagy igazi nő lett. Szeretne motivált lenni, aktív lenni, szeretne boldogságot hozna az életedbe, szeretné a rossz embereket elküldeni, maga mögött hagyni, és egy új partra utazni, szeretne visszatérni hozzád tüzesen, csókkal, szenvedéllyel, és szeretne dolgozni a kapcsolaton, hogy még jobb legyen.